Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a mai videóban folytatjuk a KM Pro Wrestling működtetését a Journal of Wrestling játékon belül. Ugyebár, ugye modern day szenárió van, minden van, és a Fiend, Bray Wyatt, Windham, Rotunda akar feudot Gargano-val. Jó, a Gargano most bajnok? Nem, Windham bajnok, nem. Legyen, jó van, legyen. Tehát a Blizzard következő mérkőzést el akarja veszíteni, oké. Hát veszítsed. Scarlett, Jonathan Grimm nem akarja menedzselni, hát nem, valami más. Miért akar Main Eventert megverni? Hagyjam el. Igen, request, elutasítottam. Ó, Jake Roberts elhagyta az All Elite-et. Unsuccessful recruiting Ziki Dice, az baj mondjuk. Ó, Timothy Thatchernek a sérülés 2-től 6 hónapig növekedett 4 és 6 hónap közé. Várható a visszatérése, jó. Először is, Indik. Meg kell keresni Ziki Dice-t, és addig átnézni, hogy mik a lehetőségeim még tovább is itt az indikből. Valami tag team, gyereki. The End Hex, Bonerix, Rock'n'Roll, Maxi Squad. Ugye próbálj meg őket akkor rekrutálni. Jó, amíg az folyik, addig akkor itt elő Breeze-nek van-e feudja? Igen, Cesaro ellen akar, Cesaro ellen van a feudja, és ugye el akarja veszíteni a következő mérkőzését. A Chaosig 2 darab show van. Jól van. Nyitva van az ablakom, úgyhogy bocsánat, hogyha izé lenne, hogyha ilyen kocsi noise, kocsi motor hang, mester. De azért sorry vagyok te meg, de nem akarom megsülni, úgyhogy. Ennek érdekében így nyitva lesz az ablakom. Jó, Taya Valkyr Lady Frost is van. Mint fiú, akkor nálunk lesz az övmeccs követelés. Nálatok lesz a Fight 10, és akkor mi a main event? Ja, oh, Pete Dunne, Nick Aldis. Stardown már volt, Stardington már volt. Akkor Demon Title Shotgun volt. Fight 10 még nem volt, úgyhogy legyen el is egy Fight 10, és akkor ezt meg kivesszük. Ez még nem olyan fontos, tudsz. Legyen az, hogy ti nem. Szerződést írtok alá, na. Csak tudok beszélni. Mégis csak becsuktam az ablakot, mert már engem is idegesített. Úgyhogy miért akarsz olyannal? Na mindegy. Jó, de akkor elkezdjük ezt a szar izét is. Mi van más title-ünk, ami ilyen tech team-tel vagy. Injury Revenge, Fixers contra Major izé, Blitzquake. Ki most a tech team bajnok? Major League, yes. Fixers. Jó lesz az. Csak akkor már szegmensben kéne elindítani ezt a csodás feudot. Ez a bimbózó feudot. Ezt a mondhatni rohadtul jó feudot. Ez az igazán izé. Nincsen, hogy a return attack. Yes. Akkor promo ambush, ezt meg lesz szódva. Ciao.
inni. Jó. Jó. Hát még valakit bukkoljunk valahogyan. Ciánt bukkoljuk. Dirty Dango ellen. Trevor kontra. Ó, van egy jó színeriszünk is. Akkor legyen az, hogy lesz egy Gargano kontra Ustinaris, mert még lesz egy EC3 kontra, nem tudom ki. Bár nem is Gargano menjen már Ustinaris ellen, hanem izé legyen. Jonathan Gresham menjen Ustinaris ellen. Arról van itt ez szó. Jó, legyen ennyi meccs, én most nem akarok többet bukkolni. Lássuk. Szerződés aláíró szegmenssel kezdünk a csajoknál. Ugye Lady Frost, Taya Walker feud van jelen egyébként. Hát Taya Walker nagyon nem boldog, úgyhogy legyen az, hogy ezt most ő nyeri, ezt a szegmenset, hiszen ugye ő az, aki a kiszogás helyett inkább átdobja az asztalon Lady Frostot. Yes! Szájon Dirty Dango, Dirty Dangónak legyen már egy győzelme. Major League The Fixers promo ambush, a Major League promózik, de jönnek a Fixersék és szépen megtámadják őket, mert hogy ők voltak azok, akiket őket lesérítették, és akkor ebből lesz a feud. A Demon Titles, a szemes Cesaro és Tyler Breeze között kiváló lett 5 csillagos. Itt ez a Gresham nyeri 4 csillagos meccs. És akkor végül fight 10, done 10 elé a fightot. 4 és egy negyed csillag, összességében 4 és egy fél csillagos show lett. Lássuk a ratingeket, mindenben nőttünk, minden van. Na. Azt mondja, a Monday Night Raw 6000-en nézték. Vagy 6000-en többen nézték, mint az előző hetit. És az ugye 7 millió, több mint 7 millió óra teszi fel a dolgokat. A Darkot 7000-en többen nézték, a Strongot 18000-en kevesebben, ezt már megszokhattuk, hogy ők folyamatosan mennek lefelé. NXT 2.0 6000-en, majdnem 7000-en többen nézték Impactet, 3000-en kevesebben, és a Reaction 700 font hozott. Ez az, erről van szó. Erről van itten szó. Jó, Pete Dunne, Nick Aldis tudtál, mit fogunk kezdeni, kontraktot fognak signolni. Punktum. Szerdán 0-tatok már. Akkor ti fightot 10-eltetek már. Standing nem tóloltatok még. Downolni tényleg nem, és akkor tipped Big Demon the title shot. Erről van, ez easy. Ez easy gyakorlatilag. Legyen egy easy free kontra Doug Williams. Az mindig jó. Legyen még egy Gresham kontra Windham. Tényleg akkor már a Windham Gresham, vagy Windham Gargano feud az én meccs, amit csinálom, ha már azt mondtam. Legyen egy ilyen odd feud. A Better Wrestler tökéletes lesz. Így és ja, ez így jó is. Az az utolsó show a Chaos Signa, Demon Titles, a Fixer, Zeg, Jay Bradley és a Wrecking Ball, Ligurski követelték az övmérkőzésüket a Major League ellen, és az azt mutatja, hogy ez 5 csillag os szegmens lesz. EC3, Doug Williams, EC3, győzelem. Stardown szegmens, Lady Frost és Taya Walker között, ugye a Stardown az, amikor ketten egymással szemben vannak, és hogy akkor szemeznek egymással, és így ennyi.
ennyi az a Cellman Standing-tól. Itt ugye verekedés, és akkor valamelyik beadja a finisher-t, és fel is a másik felett tornyosul. Gyakorlatilag ezt Tyler Breeze fogja végrehajtani. Itt pedig ezt Gargano nyeri. Aki le is sérül, az kurva jó. Ez tényleg, ez nagyon jó. Reméljük, hogy maximum ilyen egy hónapos sérülés már, ha nem, akkor... Hát akkor az baj. Pete Dunne és Nick Aldis contract signing. Igen, table-nél ülnek ők ketten, ott van a szerződés kettőjük között, amikor is a handshake helyett. Nick Aldis a National Treasure. Go for a handshake, Nick Aldis megüti Dunne-t és keresztül dobja az asztalon 5 csillagos szegmens. Szegmens. 4,5 csillag, megint csak 68 izét kaptunk, 68 kreatív pontot, jön a Káosz című show. A Raw 23 ezeren többen nézték. Oké. Okay. A Darkot 16 ezeren, a New Japan Strong 31 ezeret bukott, 2.0 4 ezeret bukott, Impact 2 ezeret bukott, és a Reaction a KMPV-nek 900-at hozott, gyerekek, azért az nem, ez nem gyenge egyébként. És akkor káoszolunk. Na de 1 és 3 hónap között van. Kiment a izéje, a csukója, vagy nem tudom. Effect Potential. Jobbak lesznek ezen a show-nál a First Blood mérkőzések, a Ladder mérkőzések és a Street Fight mérkőzések. Jól van? Akkor ti lesztek a streeten fightolók. Ti lesztek a First Blood-olók. Ti lesztek a normálisok. És ti lesztek a létrások. Mert az vicces. Én azt mondom, hogy blow off. Utána... Jonathan Gresham kontra Wyatt, így akkor most így bele dobba. Mert Gargano az nincs. Igen, és akkor még egy openernek való kéne. EC3 kontra Sion. Tökéletes. Igen, és akkor még egy történet mérkőzés lesz. Kik azok, akik utálnak? Senki egyébként. Akkor nem is lesz tag team-es, minek? Így! És így fog kinézni a Káosz című show. Megnézzük! Na, azt tippelik a fanok, hogy EC3 legyőzi Sion-t, Major League megvédi az öveket, Gresham nyer. A női meccset Taya Walker nyeri, a European övért Breeze a retainer, de nem úgy lesz, Nick Aldis pedig megnyeri a title-t, pletykálják a fanok, de hát slow start miatt ez egy szarmes lett, nagyon jó. Itt pedig szerintem a Major League igenis meg fogja tartani a tag team lézás mérkőzésben az öveket, a vér miatt egy fél csillag bónusz kapott ez a mérkőzés, nagyon fasza. Gresham kontra Wyatt. Hát figy, nyerjen Gresham. Így is van, és over is lett a fanoknál végre valahára Jonathan Gresham. Itt pedig Lady Frost megvédi a címét. Majd Cesaro kontra Tyler Breeze. A Street Fight mérkőzés, Cesaro az új European bajnok, hiszen a Breeze-nek az volt a kérdés, hogy a következő mérkőzését veszítse el, valamint Cesaro pedig ugye már kiérdemelte szerintem, meg over is, meg minden is. Itt ugye a fanon Nick Aldist
pletykáltál, mint hogy új bajnok lesz, de én azt mondom, hogy nem, mert a First Blood mérkőzés Pete Dunne nyeri meg, és király spotok voltak a mérkőzésben, úgyhogy kurva jó lett ez a meccs. Jézusom. Jézusom. Így is van, és 4 és egy 3/4 csillagos sót zárhatunk akkor így most ezzel le. Még azért megnézem, hogy hányan vették meg a PPV-t, vagy a Premium Live Eventet, elnézést. Még azért azt megvárjuk. Azt mondja, KMPV 700 van, Impactnek 900-zal több, már ugye KMPV-nek 700-zal több, NFC-nek 800-zal csökkent, New Japan-nek 7000-rel csökkent, vagy 6900-zal, de majdnem 7000-rel, All Elite-nek 6000-rel csökkent, és a Crown Jewel-lel a WWE-nek pedig 12000-rel több van. Jó, oké. Okay. Jó, rendben. Grand Invitational? Ez mi a tököm? Ja igen, még amikor beléptem a jobba, akkor egy ilyet kidobott. Hello there, I'm Mr. Blizzle, President of the Grand Invitational. Pleased to meet you, can I help you? Why are you? Oké, okay, jó, hogy megismerem. Oh, going to be in business. Nem, mi az a Grand Invitational? Grand Invitational is a new, ez egy új tournament, ahol a talentek a világ minden pontjáról megmérkőznek, hogy ki a legjobb. Igen. Birkózók will, tehát a birkózók reprezentálják majd az ő kompaniájukat és az indi, vagy éppen az indiket. És ilyen álom meccsek. Meg ilyen izég, a cégek közötti rivalizálások és ilyen történelem minden izé. És ez a Grand Invitational, igen, a legjobb showt tervezzük elhozni a fanoknak. Minden évben lesz egy ilyen tornament. És szeretnének minket meghívni erre a tornamentre. Ami a következő hónapban lesz megtartva. Tehát decemberben. $350 hogyha részt veszek rajta. Olyan, ez olyan esemény, amit az én cégem nem tud kihagyni, nem... Igen. Nem lehet az, hogy egy ellen... Tehát egy konkurens cég vigye el az össze... a dicsőséget. Jó. Megyünk hát. Hogy ne mennénk? Jó, erre a Grand Invitational cuccra fogunk menni, gyerekek. Innen fogjuk folytatni a következő epizódban. Ha tetszik nektek ez a KMPV-s sorozat, akkor mindenképpen nyomtok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, valamint gyertek fel a Discord szerveremre, és akkor ott biztosan értesülni fogtok az ehhez hasonló tartalmakról, továbbá részletek szavazásokon is, illetve feltehetitek a kérdéseiteket a kérdéses stresszobában, melyeket pedig én aztán egy Q&A videó keretein belül fogom nektek megválaszolni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Hello!